Már az összevont bizottsági ülés elhúzódásából is lehetett következtetni arra, lesznek vitát generáló témák a rendkívüli közgyűlésen. Elsőként a megyei önkormányzat részesedésével működő gazdasági társaságok kerültek napirendre. Összetett anyag várt a képviselőkre, egyfelől e cégekről kaptak tájékoztatót, illetve javaslatként szerepelt, hogy a Heves megyei térségfejlesztési nonprofit Kft. Élén Dudás Tamás váltsa Zelei Dánielt. A jobbikos Faragó Tamás azt kérdezte, mi alapján választották ki az új igazgatót, s a szocialista Érsek Zsolt is azt nehezményezte, nem egyeztettek a személyi kérdésben. Szabó Róbert közgyűlési elnök úgy reagált, a rátermettség alapján választottak, hozzátéve, projektmenedzsment, pályázatíró szakmában nehéz ma jó szakember találni. Dudás Róbert, a Jobbik frakció vezetője azt mondta, ismeri a jelöltet, jó szakembernek tartja, ám az eljárási módot megkérdőjelezhetőnek nevezte, ahogy azt is, a cégek felügyelőbizottsági tagjairól sem egyeztettek az ellenzékkel. A szavazásnál végül 7-en nyomtak igent, 3-an nemet, míg 4-en tartózkodtak, azaz nem fogadták el a javaslatot. Ezt követően Faragó Tamás indítványozta, hogy a cég igazgatói posztjára írjanak ki pályázatot, s úgy válasszanak új vezetőt, ám ezt sem támogatta a többség. Egyetértés volt ugyanakkor a megyei foglalkoztatási paktum ügyében. E megállapodás a helyi foglalkoztatás bővítésének eszköze lehet a 2020-ig tartó Európai Uniós ciklusban, melyre topos forrás lehet igénybe venni helyi, illetve megyei szinten. Heves megye 800 millió forintos összegre nyújt be pályázatot, az összeg ad alapot arra, hogy a következő 3 esztendőben legalább 5000 embernek segítsenek munkához jutni, képzésre részt venni. Helyi paktumok is létrejönnek majd, ezek koordinálásáért a megye a felelős, egyfajta ernyőszervezetként.